sokat kellett várni arra, hogy végre jó idő legyen. Az ideig eléggé elhúzódott. Ez szerintem mindenkit érzékenyen érintett, hisz vártuk már a tavaszt. Ha valakiket talán még jobban érzékenyen érintett, az a Moson-Magyaróvári Kertbarátok körének tagsága. Hogy ez így volt-e, vagy nem, hogy mit jelentett ez a hosszú tél és ez a későn jött tavasz, azt reméljük, hogy a műsorból megtudjuk. Köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm két vendégünket, Hegedűs Csabánit, akit nemrég választottak meg elnöknek a Kertbarátok köre élére. Illetve Nagy Béla vezetőségi tagot. Igen. Hosszú volt a tél. Mit jelent ez egy kertbarátnak? Hát elég sokat punnyadtunk, és fantáziáltunk, hogy hogyan fogjuk megkezdeni a tavaszi munkálatokat. Azért startra készen voltunk, a magokkal foglalkoztunk, a pincébe át lehetett már ültetni bizonyos virágokat, amiken már lehetett látni, hogy már nem bírják tovább a telet. Ilyen visszametszéseket lehetett. Én például próbálkoztam a magoknál, a csiraképességet ellenőriztem, hogy melyik az a fajta, melyiket érdemesebb elültetni. Volt nálunk a kertbarátoknál egy magbőrze, és ott oda elvittük azokat a magokat, amelyik feleslegessé válnak a saját kertünkből szedtük őket, és ezeket csiráztattam, próbálkoztam vele, de azt hiszem, hogy itt a hosszúra nyúlt tél, ez nem fog olyan nagy problémát okozni a kertekbe, mert úgy látszik, hogy most már nem lesz fagy, tehát amik gyorsan kivirágoztak a fák, amik legelőször szoktak, bimbóva van minden, és a természet szerintem pótolni fogja ezt az elmaradást, és nagyon gyors virágba borul minden, és reméljük, hogy a termés is jó lesz. Talán tényleg ez a legfontosabb, hogy lehet, hogy hosszú a tél, inkább fagy ne jöjjön a növényekre. Nagy úrnál évek óta bemutatót tartanak a metszésekkel kapcsolatban. Mit kell megtudnunk a metszésről? Nem mindenki lett tagja a kertbarátoknak, hát már lehet, hogy el is késett. Hát már megvolt a metszési bemutató, már az első napi rendi pont az március 14-én lett volna, sajnos hóvihar miatt elhalasztottuk egy héttel. A következő hét pénteken aztán összejöttek a kertbarátok. Kinn a Rókadombi kertbe szoktuk a meccési bemutatót tartani. Hivatalosan egy mérnökkel vagyunk a kertbarátok kapcsolatban, Makai János, őt szoktuk megkérni, és akkor eljön délután, és akkor a kertbarátok akkor gyülekeznek kinn. Ugye ez már régi folyamat, nem mai folyamat, ugye? És akkor már nagyjából a kertet úgy mindenki ismeri, és akkor fáról fára, szöllőről szöllőre végigmegyünk, és a Makai János elmagyarázza a kertbarátoknak, hogy ezt a fát hogy kell megmetszeni, a szöllőt hogy kell megmetszeni, valakinek kérdése van, ugye akkor vagy megkérdezi, hogy ez helyese volt ez a metszési mód, amit ő csinált, vagy ki hogyan látja, és hát egy 2-3 órát eltart azért a fáknak a metszése, utána sem megyünk el, hanem beszélgetés van mindenki, akinek olyan terménye van, vagy bora van, akkor elhozza egymásét, ott megpostoljuk, elbeszélgetésünk, és akkor utána elmegyünk haza. Tehát egy tartalmas délután van, 25-30-al szoktunk lenni kinn a Rókadombi kertbe. Nem csak az a témája a mai műsornak, hogy milyen teendők vannak a kertben, rövid és hosszabb távon, hanem új vezető került az egyébként tavaly 40. születésnapját ünneplő Moson-Magyaróvári Kertbarátok körének élére. Ha új vezető van, akkor érdemes megkérdezni azt is, hogy milyen változások várhatók az egyébként kívülállóként jó kis közösségnek tűnő kertbarátok körében. Milyen tervekkel vág neki az elnöki mandátumának? Hát olyan hatalmas változásokat nem terveztünk, szeretnénk először is megerősödni, egymáshoz igazodva, egymást segítve, tanácsokkal ellátva építeni ezt a munkát. Nagyon jó hagyományok alakultak ki itt a kertbarátnál, és úgy gondolom, hogy ezeket a hagyományokat nem szabad
elsöpörni. Ez mind, vagyis többnyire a kertészkedéssel, a kerti munkával, a kertészkedő emberekkel kapcsolatos, az ő igényeiket vesszük figyelembe akkor, amikor az éves munkatervünket összeállítjuk. Ezeknél a munkaterveknél ugye az aktuális kerti munkákon van a legnagyobb hangsúly, azon kívül a nyilván ugye az időjárással kapcsolatos dolgok, ugye a meccéssel, a gondozással kapcsolatos dolgok, van előírt kötelező dolgok, ugye az ilyen tervek készítése, beszámolók készítése, pályázatok készítése, ezekről ejtünk pár szót, és nagyon sok programunk van, ami hát nem csak a kertészkedéssel kapcsolatos, hanem farsangibált szervezünk közösen februárban. Azon kívül ugye említette a Béla a meccési bemutatót márciusban. Március végén volt egy borversenyünk, ahol a város ismert emberei, vezetői voltak a borbírálók. Mosonmagyaróvár nem egy tipikus borvidéken található. Talán a Fertő mellett voltak olyan kisebbnek mondható borvidék, de hát ez a klasszikusokhoz nem nagyon hasonlítható. Milyen az igazi mosonmagyaróvári bor? Mit kell róla tudni? Azon kívül, hogy gondolom mindenkinek a szeretete és a szíve lelke benne van, amikor akár metzi, akár kötözi, akár már szüreteli a szőlőt, de hogy lehet igazán finom mosonmagyaróvári bort? És akkor jön a nagy kérdés, hogy mit termelni. Is csinálni vele? Termelni, igen. Mert hogy nem készítjük a bort. Hát régi vagy nem is, főleg nem csináljuk. Mert régi hagyománya van a kertbarátoknál a meghirdetett borbírálatra, mert általában a férfiak ugye azok a gyümölcsfával és a szőlővel foglalkoznak, hogy a legtöbb házas pár a kertbarát körbe, ugye a párok pedig a virággal és ugye veteménnyel. És ezért gondoltuk, hogy megszervezzük a borbírálatot. Hát az igazi zsűri elnök, dr. Nagy Frigyes, ugye ő a végén, amikor megvan a borbírálat, akkor egy rövid értékelést tart, és azt mondta, hogy hát nagyon jól fejlődnek tényleg a kertbarátoknak a borai, látszik benne a szakértelem és a gondoskodás. Hát el voltunk mi már több helyen is borversenyen, megkóstoltuk Ménfőcsanakon, Győrbe, Dunaszerdahelyen a borokat. Nem kell a mosonmagyaróvári bor miatt szégyenkezni senkinek se. Itt a borversenyen hát úgy próbáltuk a kategóriákat csinálni, fehérbor, vörösbor és rozé, tehát három kategóriába soroltuk a borokat sorszám szerint, és akkor mindenki egy levélbe beleírta, hogy hol lett termelve, mi a neve, melyik év járott, és ez hozzá van csatolva az üveghez. És akkor besorszámozva, tehát titkos. És akkor a zsűri ugye leül szépen, ott vannak a kóstolóhoz szükséges eszközök, és akkor sorba öntögetik a hölgyek, a segítő hölgyek a borokat. Mit mondtak a zsűri tagok? Milyen a mosonmagyaróvári bor? Azért én nem hagyom ezt a kérdést. Mondom, még a Csalló Gábort is meghívtuk, ugye a borklubnak az elnöke és borszakértő, hivatalos a borlovag. Hát a Gábor most volt először borbírálaton. Hát azt mondta, hogy nem is gondolta volna, hogy ilyen finom borok teremnek Mosonmagyaróvár és környékén. Tehát nem csak mosonmagyaróváriak, vannak közöttünk János Somorjaiak is, ugye, akkor dunakilitiek, tehát máshol horvát kimleiek, más is hoz be, de az ömében mosonmagyaróvári. Nem kell attól félni, hogy valakinek szégyenkezni kellene a bor miatt, nyugodtan meg lehet kínálni belőle. Nem csak Mosonmagyaróváron járnak a kertbarátok, hanem jó a kapcsolatok Dunaszerdahelyjel, meg hát járnak másfelé is, leskelődni, elnézni a máson lehetőségeket,
gondolom virágmagot is próbálnak ilyenkor gyűjteni, ápolják a kapcsolatot, vagy legalábbis ötletelni, hogy hogy lehetne igazán szépé tenni mondjuk a kertet. Igen, hát szakmai kirándulásokat szoktunk tenni. Idén is tervezünk ilyen szakmai kirándulást. Fehérván Csurgón lesz egy nemzetközi dísznövény és kertművészeti kiállítás. Mikor megtudtuk ezt a rendezvényt, akkor nagyon sokan kinyitották a fülüket, és örömmel vették, hogy van ez a kiállítás, és hogy tudunk róla, és szervezünk egy ilyen látogatást. Hát ezen kívül igen, a Dunaszerdahelyi kertbarátokkal vagyunk most már 10 éve szoros kapcsolatban. Ez egy kölcsönös látogatáson alapuló, ami azt jelenti, hogy egyik éven ők jönnek el hozzánk, idén fognak jönni, a következő éven pedig mi látogatjuk meg őket. Ez a kapcsolat, ez abból áll, ez a program abból áll, hogy a polgármesteri hivatalba fogadja a polgármester úr a vendégeket. Itt a mi részünkről a Nagy Bélának és az Ihász Kálmán tagunknak a Róka Dombi kertjébe visszük ki a tagokat, ott megnézik a kertbarátoknak, ennek a két kertbarátnak a munkálkodását. Náluk zömébe gyümölcsök és szőlő termesztés van, de a szőlő között ott a konyhakerti növények is megtalálhatók, és van egy kis házikó, egy kis pihenő rész, és ott fogjuk megvendégelni ezeket a kertbarátokat. Több ismerős van közöttük, nyilvánvaló számomra annyira nem, mert ugye én 3 éve vagyok tag, de itt a régebbi tagok, ugye 10 éve van ez a kapcsolat, szoros kapcsolat alakult ki, barátságok alakultak ki, várják a találkozást, és nagy beszélgetések mennek, és nagyon jól érezzük magunkat együtt. Idén tervezzük, hogy városi programként elviszük őket, és megmutatjuk nekik a Futura élményközpontot. Biztos nagyon fog nekik tetszeni, azon kívül nem olyan nagy baj, hogyha hírünket viszik a felvidékre. Utána pedig a Szakmunkásképző Intézetnek az éttermébe látjuk őket vendégül, vagyis hát egy ebéddel fogjuk őket megkínálni. Ha a kertbarátok tevékenykednek, és tudnak tevékenykedni, mert jó az idő, az mindannyiunkra hatással lehet, mert hogyha még a veteményesekbe vagy a gyümölcsöseket nem látjuk, tehát a konyhakerti növényeket sem látjuk, mert mondjuk általában az inkább a ház mögött van, de egy szép előkert, vagy egy gondozott kerítés előtti szakasz, ami hivatalosan kötelező is, de ha szívvel csinálják, akkor az mindannyiunk számára esztétikai élményt nyújt. Hát ugye ezt úgy próbáljuk megoldani, hogy kertszemlét szervezünk. Minden évben kertszemle van, és ugye van egy zsűri, és akkor a zsűri tagok, hát ugye az elnök, és akkor a Németh Andreát szoktuk megkérni a polgármesteri hivataltól, és van még nálunk ugye kertész vagy kertszerető, és akkor ők mennek körbe, 25-30 kertet néznek meg, nem egy nap alatt, ugye 2 nap alatt, azért mondom, és nagyon jó véleménnyel vannak. Sőt, hát a polgármester úrtól is csak mindig dicséretet kapunk, hogy milyen... Aki ráadásul gazdesz, tehát mi valamilyen hát, szinten talán ért is hozzá, azért mondom, hogy... És nagyon, nagyon meg vannak elégedve a kertbarátoknak a kertjével. Bárki megnézheti, megcsodálhatja. Csodálatra méltó kertek vannak. Mai rohanó világban mennyi idő van az embereknek, mennyi idejük van arra, hogy foglalkozzanak a kerttel? És ezt hát gondolom, kitágítva egy picit a kérdést és tovább lépve, hogy mennyire tudnak befogadni másokat bővebben, akik érdeklődnek a kert iránt, akik szeretnék megtudni azt, hogy hogy kell metszeni, mikor mit kell elültetni, ha emellé ezt ültetek, akkor az sokkal hatékonyabb, sokkal gazdaságosabb, tehát ilyen apró tapasztalatok. Ugye ennek részben a kertbarátok körének az is az előnye, hogy az egymás tapasztalatait megosztva, nem kell mindenkinek ugyanazokat a dolgokat végigjárni éveken keresztül, hanem egy-két praktikus ötlettel sokkal hatékonyabb, szebb lesz, kedvesebb lesz, hogy állnak a kertbarátok is, sokan vannak. Hát ha 30 kertet zsűriznek, nem is biztos, hogy mindenki nevezett. Tegyük fel.
Nem, nem. Hát azért elég... Sokan 80, házaspár. Igen, 82 tagunk van jelenleg. Hát körülbelül a felének van konyhakertje, legalább a felének. A másik fele az olyan nyugdíjas korú, akinek virágos kertje van a ház körül, hogy nem ők gondozzák már csak a virágos kertet legfeljebb. És akkor van egy pár olyan tagunk, aki mondjuk egy olyan 10 tag, akinek nagyobb, tehát a város szélén van egy nagyobb terület, ahol esetleg gyümölcsfa vagy szőlő is van. Az, a mi kertünk is olyan 1000 négyzetméteres, nem a kert, hanem a telek. Hát a kétharmada az növényekkel van beültetve, ugye többek között, ugye nálunk is megtalálható szőlő, a gyümölcsfa, a veteményes, pihenő rész, úgy próbálunk mindenből egy kicsit, úgyhogy ezekből a gyümölcsökből, zöldségekből aztán jut a családnak is, a hűtőszekrénybe is nagyon sokat el tudunk tenni, illetve ami megterem, azt mind elrakjuk. Semmi nem vesz kárba, mindet hasznosítjuk, és hát nagyon szeretik az unokák a gyümölcsöket, a gyümölcsleveket, a lekvárokat, a kompótokat, mindent, ami a kertbe megterem, és ízletesen az emberrel készíti. Az elhangzott még egy előzetes beszélgetésben, hogy egy feltétel van, hogy legyen kert. Igen, igen, hát több jelentkező is van mostanság, és várjuk is a kertet szerető embereket, akik tevékenyen részt vesznek ugye a kert, a ház körüli munkákba. Hát feltétele igen nyilvánvaló, hogy a konzultáció az színvonal, vagy egyenrangú legyen közös téma. Ez a közös téma általában ugye a növénytermesztés és a kert szokott lenni. Úgyhogy reméljük, hogy ha nem is a fiatalok, az igazi fiatalok, mert a fiatalok nagyon el vannak foglalva, ők nem tudnak ezzel foglalkozni, többnyire a szülők vannak. Ha fiataloknak kertjük van, akkor többnyire csak zöldövezet, ugye fűvesítve egy-két tuja, de ha nagyobb zöldséges terület van, akkor a szülők segítenek ott be. Őnekik a feladatuk ezt megvalósítani, hát rendben. Reméljük, hogy most ugyan később kezdődött a tavasz, de kertbarátok hasonlóan szép és bő terménykiállítást fognak rendezni majd az ősz folyamán, amit megszokhattunk itt a Flash aulájában, és majd lehet benne gyönyörködni, lehet esetleg kérdezősködni, hát ha valaki eljön ide, ha csak véletlenül is, de kedvet kap ahhoz, hogy kertészkedjen. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, kedves nézőinknek pedig a figyelmet, viszontlátásra!